Karcagváros önkormányzatának, a járás vezetőinek, óvodáinak, iskoláinak, a pártoknak, a civil szervezeteknek és az intézményeknek a képviselői jöttek el megemlékezni. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyén a Kovács Mihály huszárbandérium huszárjai zászló behozatala után a himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség. A műsorban közreműködtek Kun Gergő, Márki Réka, a Pántlika néptánc csoporttagjai, a Nagy Kun Honvéd Banda részfúvós kvintetje, a Kovács Mihály huszárbandérium huszárjai. Emlékező beszédet mondott Éliás János egyetemi hallgató, a Nagykun Református Gimnázium gyakorló tanára. 174 éve ugyanezen a napon áztatta vérével Arad várának sáncait 13 hős, 12 tábornok és egy ezredes, a magyar hadsereg vezérei. Ma arra a tragikus őszre emlékezünk, amikor vérbe folytották a magyar szabadságharcot. 2001 óta ez a nap a magyar nemzet gyásznapja. Mégis október 6-a ne lesújtson, ne megfélemlítsen bennünket, hanem épp ellenkezőleg. Bátorítson és ösztönözzön, hiszen azok a hősök, akik életüket áldozták a hazáért, megértették koruk szellemi kihívásait, nemzetük érdekeit, megértették a pillanat feladatát, és nem féltek vállalni azt. Hogyan fordult át mégis e dicső vállalkozás győzelmi mámorból és reményből bukásba és reményvesztettségbe? Hogyan jutott el a szabadságharc a dicsőséges tavaszi hadjárattól az aradi Golgotához? 1848 áprilisában megnyer minden Magyarország, ahogy az akkori hívószavak hirdették, szabadságot, egyenlőséget, testvériséget. Mindent, amit óhajtott. Megalkotja törvényeit, a király 5. Ferdinánd pedig szentesíti azokat. A Magyar Honvédsereg 1848 nyarán született meg az áprilisi törvények egyik vívmányaként, a nemzeti áldozatkészség és összefogás egyik legszebb példájaként. Nem sokat kellett azonban várni, hogy először harcba szálljanak. Már ugyanezen év szeptemberében túlsúlyra jut Bécsben a Gesamte Monarchie eszméje. A bécsi udvar, az ifjú független, alkotmányos Magyarország ellen feltüzeli az ország nemzetiségeit, s már szeptember 11-én megindul délfelől Jelasi csahadával. Szeptember 29-én a pákozdi győzelemmel bizonyít a magyar sereg, ez azonban csak a kezdet. Ezt követően Ausztria hozza hadseregét, hogy rendet tegyen, és semmissé teszi a kivívott törvényeket. Alkotmánya védelmére fegyvert fog a nemzet. A haza hívó szavára állományba lépett tisztikar ügyesen és féltő gonddal teremtette meg a fegyelmet és szervezeti hierarchiát honvédségünkben. Lángszavú vezéreinek szavára, mintha még a földanya is harcosokat hordana méhében, ezrek, százezrek teremnek elő. Gyermekek, kik még alig hagyták el játékaikat, lépnek az ifjak, férfiak és aggók sorába. És vívnak harcokat, győzedelmes csatákat úgy, hogy egy világ bámulatba esik. A fatális kápolnai vereségünk után ugyanis Görgei Artúrt teszik meg a honvédség fővezérének, aki kiváló stratégaként győzelemre viszi a magyar sereget. 1849 tavaszán, két rövid hónap alatt bátorságból és hadművészetből e sereg leiskolázta Európa egyik legnagyobb és legkomolyabb hagyományokkal rendelkező, s az egyik legtapasztaltabb tábornokokkal bíró hadseregét. Honvéd legénységi állományunk a Habsburgok büszke császári ezredeit Pest-Buda felé űzve hajtotta és gyakorlatilag tönkreverte. Harcaik örökké legfényesebb apoteózisa marad a magyar vitézségnek. Ausztria vert had a zavar futásnak ered. Nincs, amelyet le ne győzne a hazaszeretettől acélizmokkal felruházott magyar hadsereg. Örömmámorban úszik az ország. De éjszakon megdördülnek az ágyúk, lomha seregek százezreinek lépte alatt megdöbben a föld. Nyög a haza keble. A dicsőséges tavaszi hadjáratban körbezárt, megalázott és katonailag legyőzött császáriaknak végül be kellett hívniuk az orosz cári csapatokat. Ausztria vert hada segítségül hozta Kelet hatalmas kolosszusát, Európa csendőrét, hogy megbénítsa a magyar sereget. A Paszkevics herceg vezette orosz hadak a Julius Jakob von Hajnau alatt újjászerveződött osztrákokkal egyesülve 1849. augusztusára 360 000,
zömében pihent osztrák-orosz katonával állt szembe a 150 ezer fős élelmezési létszámú, széttagolt és részben leharcolt magyar honvéd csapatokkal. A sereg maradékát a Szeged-Arad-Temesvár háromszögben körbezárták, és részekben győzték le a szőregi és temesvári ütközetekben. Augusztus elejére felmorzsolták az erdélyi erőket, Görgei halvány reménnyel kecsegtető ellentámadási tervét Kossuth félresöpörte. A nemzet kimerült. A hátország gazdaságilag megroppant. A szabadságharc másfél éve alatt ifjúsága ezrével hullott el a magyar harcokban. A magyar főerők veszítettek, így a Görgei vezette másik magyar sereg, amely Aradnál állomásozott, feladta a harcot. Kossuth kormányzó elnök augusztus 11-én lemondott, a hatalmat Görgeire ruházta, és elmenekült az országból. Hiába tette a magyarok istene hatalmát hazánk hős fiainak lelkére, hiába világ döntő haragját fegyvereink élére, a reménytelen helyzetben Görgei 1849. augusztus 13-án világosnál az oroszok előtt feltétel nélkül leteszi a fegyvert. Az orosz aztán átadja a lefegyverzett fősereget a Habsburgoknak. Az osztrák bosszútól liheg. Ki akarja írtani a szabadság szeretetet, a forradalom viszketegét örökre a magyarból. S a leigázott nemzet még reménykedik, hogy világos után ki fog sütni az engesztelődés napja, s alkotmányunkat is visszanyerjük rövid időn belül. De ennek a reménynek, mint a reményeknek általában, csalódása vége. Tisztelt megemlékezők! Október 6-a és Arad, a magyar Golgota emlékeztet minket. 13 mártír honvéd főtisztre, s az ezen a napon Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre. A könyörtelen megtorlás 1849 őszén családok tömegét érintette. Alig volt család, hol ne gyászoltak volna. Itt az apát, ott a fiukat, másutt mindkettőt. A lázadás vezetőit kérlelhetetlen szigorral kell sújtani. Semmi kímélet. Ezek a jelszavak. Október 6-án Aradon kivégezték a magyar honvédsereg szívét és lelkét, vezénylő parancsnokait. Hajnalban főbelőtték Kis Ernő, gróf Dezsőfi Arisztid, Svejden József tábornokokat és Lázár Vilmos ezredest, utánuk felakasztották lovak Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsei Károly tábornokokat. A megtorlás legsúlyosabb formája a kivégzés volt. Ez lőpor és golyó vagy kötél által történt. Kisebb bűnösökre inkább az agyonlövetés, nagyobbakra a felakasztás mondták ki a hadbíróságok. Az utóbbi büntetésnek, amelyet korábban inkább csak köztörvényesekre alkalmaztak, becstelenítő jellege is volt. A ködös, felhős szombati nap reggelén alig 2 óra alatt hajtották végre a szörnyű ítéletet. A fellegekből 9 óra körül előtörő napsugár 4 porba sújtott, és 9 csúfosan kivégzett hős feje fölé fonta a halhatatlanság dicskoszorúját. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további 3 honvéd tisztet végeztek ki. Ormai Norbert honvédezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, Kazinczy Lajos honvédezredest, Kazinczy Ferenc fiát és Ludwig Hauk alezredest, BEM tábornok hadsegédét. A kivégzett főtiszteket jeltelen tömegsírba temették, így sokáig inkább csak sejtették, mint sem tudták, hol nyugszanak pontosan. Tisztelt megemlékezők! Ami szabadság szeretett, ami hazafjárény található Magyarországon, az elnyomó császári hatalom mind ki akarta írtani. Elkövetett mindent, megfeszített minden erőt, tűzzel vassal pusztította, hogy eltörölje a nemzetet a föld színéről. Egy idegen hatalom idegenek által végrehajtott bosszú hadjáratát szenvedte meg az ország. A hadbírák és a megszálló katonáság között nem találunk magyarokat, s a magyar társadalomnak nem volt olyan rétege, amely hasznot húzott volna a megtorlásból. A nemzet azért mégis megmaradt. A bukás pillanatában is érezte a harcban megnyilatkozott erejét, bilincsekbe vert karjaiban is a duzzadó izmokat, hiszen 2 császári hatalmasság egyesült ereje verhette csak le. Fenntartotta az a tudata, hogy ügye igazságos volt. A nemzetvirágát le lehet tarolni, de nem lehet letarolni magát a nemzetet. A sors mérhet sebet a magyarra, de halált nem.
A vértanúk azért lettek vértanúk, mert tetteikkel egy olyan polgári alkotmányos modell megszületését és megőrzését szolgálták, amely nem illett bele a Habsburg birodalom vezetőinek abszolutisztikus elképzeléseibe. A nemzet áldozata mégsem volt hiába való. A küzdelem társadalmi vívmányait, így a közterviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett meg nem történté tenni. A haza függetlensége 1867-ben a kiegyezéssel, bár korlátok között, de megvalósult. Az ország megindult a felemelkedés és gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak. Új kalásznő a letarolt, véráztatta mezőn, s a nemzet föleszmélt, szívében újra éledni kezdett a szabadság utáni vágy, és ég oldhatatlanul, hogy el nem újjon nyom nélkül a nap, de táplálkozzon abból a jövő. Tisztelt megemlékezők! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Köszönöm a figyelmet! A Karcagvárosi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, valamint Rózsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját az aradi vértanúk emlékkövénél. Továbbá koszorút helyezett el F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, majd a járás vezetői, az intézmények, a pártok, a civil szervezetek képviselői is elhelyezték virágaikat az emlékműnél.